Uniós forrásból 2009 óta működnek gyerekházak Magyarországon. A program célja, hogy a hátrányos helyzetű településeken, településrészeken, nehéz körülmények között élő családok gyermekei számára olyan szolgáltatásokat biztosítson, amelyek hozzájárulnak későbbi iskolai sikerességükhöz, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára az esemény megnyitóján. A gyerekházak egyik fontos sajátossága a szülőkkel, a családdal való együttműködés, kapcsolattartás. A gyerekek lehetőleg az édesanyjukkal vagy édesapjukkal együtt kapják meg a szakemberektől azt a segítséget, amire szükségük lehet. A kormány úgy döntött, hogy a 112 gyermekház mellé 50 újabbat létesít. Ennél nagyobbra, tehát többre van igény. Tehát olyan szinten fölismerték a polgármesterek, hogy ez mennyire jó kezdet egy településen, és mennyire van haszna utána a saját kis közegükben, hogy erre nagyobbra van igény, de egyelőre 50 új gyermekházat fogunk létesíteni. A megnyitón a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a családok támogatása a kormány egyik legsikeresebb programjának bizonyult a 2010 óta eltelt időszakban. Amikor 2010-ben a kormányra került Orbán Viktor vezetésével, akkor olyan társadalmi politikai célokat tűzött ki, mint a foglalkoztatás, segélyhelyett munka, illetve különböző családtámogatási rendszer, mert a mi hitünk szerint a társadalom legkisebb egység a család. És ezt a családot össze kell tartani, erről a családról gondoskodni kell, a legszegényebbtől, akár a középréteken keresztül adókedvezmény formájában. A szolgáltatások komplexen egymásra épülve gyermekvédelmi rendszeren és szociális törvényen keresztül valósult meg. Pusztadobos az elsők között kapta meg a lehetőséget a gyerekház létesítésére. A szolgáltatás 2009. novemberében indult. Az intézmény egész évben, az év minden munkanapján minimum napi 4 órában várja a gyerekeket és szüleiket. A településen így most már 8. éve, hogy működik a gyerekház, az iskoláskorú gyerekeknél is meglátszik ennek a folyamatnak az eredménye, és tulajdonképpen ez az, amiért működik ez a történet, ez a gyerekház. A megyei közgyűlés alelnöke szerint a korai fejlesztés mellett fontos az is, hogy a családok és a gyerekek otthon érezzék magukat a gyerekházban, és örömmel vegyék igénybe a szolgáltatásokat. Talán a leghangsúlyosabb feladat az a közösségi élménynek a biztosítása már fiatal, már gyerekkorban is, amely aztán véleményeink szerint végig is tudja kísérni majd azt az embert, aki már egy gyerekházból kikerülve lesz aktív tagja a társadalomnak, és ez a közösségi élmény, a közösségben való lehetőség az, ami igazán kiemelendő, és amely azt hiszem, hogy hangsúlyosan kell, hogy szerepeljen a gyerekházaknál. A már működő 112 gyerekházat hazai forrásból támogatja a kormány, az újak létesítésére pedig mintegy 2,5 milliárd forintot rendelnek hozzá fejlesztési forrásokból.